Már a kapuban a fűtési szezon kezdete, egyre hűvösebbek a nappalok és az éjszakák is. Lassan be kell indítani mindenhol a radiátorokat, ez viszont a megnövekedett rezsiköltségek miatt komoly fejtörést okoz, nemcsak a lakosságnak, hanem a települések vezetőinek is. Ugyanis a kormány döntése értelmében az önkormányzatok ezentúl csak piacjáron tudnak földgázt és villamos energiát venni. Kétjen a kultúrház, az orvosi rendelő, a régi tűzoltószertár, az óvoda és az önkormányzat épületében is földgázzal fűttenek. Az óvoda a gázszerződés alapján a következő évben, következő évnek egy részéig még biztonságban van. Viszont a másik négy helyen eddig egyetemes szolgáltatásban voltunk, és most átkerültünk a versenypiaciba, és a kormányzat megadta azt a lehetőséget ezen fogyasztási helyekre, hogy egy úgynevezett végső menedékes státuszba kerülünk, aminek van egy fix díja, és ezen az áron kapjuk most a gázt ezekre az ingatlanokra, ami lényegesen olcsóbb, mint amit most lehet hallani, hogy a versenypiacról mennyire lehet beszerezni a gáznak a megazsúlyát. Jelenleg négy és félszeres árat fizet az önkormányzat ezeken a helyeken a földgázra, viszont ez így még mindig olcsóbb, mintha a versenypiaci árat kellene megfizetni. Hát most egy, egy ilyen tanuló év nevezzük így. Most azokat, a, azokat az intézkedéseket próbáljuk meghozni, illetve úgy próbálunk spórolni az óvodába, hogy azokat a termeket, amiket igazából nem kell használni, azokat nem használjuk. Különféle, amit eddig nem kellett, hogy most egyik teremben négyesen van a radiátor, a másikon ötösön vagy kettesen, azokra erre most sokkal jobban odafigyelünk, illetve mi is megteszünk mindent, és a dolgozók is meg fognak tenni mindent azért, hogy a lehető legkevesebb gázt használjuk, illetve a legkevesebb energiával nagyjából ugyanazt a, azt a hőmérsékletet érjük el. A polgármester azt mondja, igyekeznek megtalálni a középutat az óvoda fűtésével kapcsolatban is, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Nagyon bízom benne, hogy a szülők is megértik, mert ugye a kisgyerek lennül a földön, ő ott játszik. Tehát ott azért még hidegebb van, mint amint, hogyha föl van rakva mondjuk a hőmérő a melmagasságba a falon. Tehát azért ezekre a dolgokra figyelünk. Ez most egy ilyen próbaév, meglátjuk, hogy mi lesz, aztán Várjuk, hogy igazából itt valami olyan megoldás szülessen, ami mindenkinek jó lesz. A község elektromos áram felhasználásával sokkal jobb a helyzet, erről is beszélt Gödrei Zoltán. Ha nem változnak a, a szolgáltatóval megkötött szerződéseink, akkor a közvilágítás, közvilágításunk az 2024. december 31-ig biztonságban van a áron <kül> számolunk el a... Az összes többi fogyasztási helyen pedig 2023. 12.31-ig. Itt, ami változás van, én csak úgy hívom, hogy az áramnak a szállítási díja, tehát a, ami nem a kilowatt, tehát ami nem közvetlen a fogyasztás, hanem hogy, hogy fogyasztani tudjunk, igazából annak az ára emelkedett. Hát a közvilágításnál drasztikusabban, a másik fogyasztási helyen ott nem annyira itt is megpróbálunk minden ö, olyan intézkedést megtenni, amivel a minél kevesebb energiát fogunk tudni felhasználni. Több településen felmerült bizonyos nem létfontosságú épületek, mint például a könyvtárak művelődési házak bezárása a fűtési időszakra, hogy így poroljanak az energiadíjakkal. Kéten egyelőre nincs ilyenről szó, amíg ki tudják gazdálkodni, addig minden intézmény zavartalanul működik tovább. A könyvtár művelődési házban a törvényi előírások megfelelően azért működni fogunk, de ott is azért. Lényegesebben ö, jobban kihasználjuk annak a lehetőségét, hogy, hogy minél több megtakarítást tudjunk ö, elérni ezeken a helyeken. A polgármester bizakodó azt mondja, mindig ahhoz a helyzethez alkalmazkodnak, ami van, most optimalizálják a költségeket, spórolnak ott, ahol tudnak, a többi pedig a jövő